Azért vannak még hiányosságok, tehát pontosan első fél időben az volt a probléma, a két belső középpályás, háromból kettő túl mélyen játszott. Tehát ezt nyilván többször szóltam nekik, meg fél időben is felhívtam a figyelmüket, hogy ők játszanak fejebben, nem volt megtámogatva a támadósor ezáltal, tehát hiába esetleg följött ott hozzájuk a labda, nem lehetett folytatni a játékot. Kértem őket, hogy többször indulgassanak be területbe, nyilván ezeken még csiszolni kell a héten, mert vagy későn jött a labda, vagy nem jó ütemben indultak be. Vagy vissza akart lépni, de hát a csatár inkább induljon előrefelé. Az első fél évben volt két olyan szituációnk, amiből lehetett volna gólt szerezni, aztán a másik fél időben még többet dolgoztak a játékosok, akkor sikerült megszerezni a vezetést is. Tegnap ezt gyakoroltuk, ezt a szögleteket, és jó helyre is érkezett, jó helyre jött a szöglet, jó helyre érkezett a Váriban, a gyönyörűen befejelte, viszont utána meg kaptunk két olyan gólt, ami hát 16-osan nem akarom megelőzni az ellenfelet, ugye lepatant róla a védőnk, a másodiknál meg támadik el a labdát, és nem várni arra. Tehát ez egyértelmű, a második gól, ez kommunikációs hiba, mert szólni kell neki, hogy menjen, jó, egy védőnek tudik, hogy menjen a labda elé, de akkor is szólni kell, hogy mögötte vannak. Úgyhogy ilyen gólt nyilván nem szabad kapni. Megvoltak a helyzeteink, hát végül is a fordulópont ott volt 1-0-nál, 1-1-be vittük a kapusra a labdát, az ilyet be kell lőni, mert az első osztályban nincs arra lehetőség, hogy majd lesz a következő. Tehát egy helyzet van, egyet kell belőni. Úgyhogy ennek a terén még nyilván támadó játékban még van csiszolni valunk, mert oké, megtartottuk első félre a labdát, nálunk volt, de nem voltunk igazából veszélyesek az ellenfél kapusra.